nagyon értette a szakmáját, kezdjük azon. Tehát az a film, amit ő megcsinált, azt nagy gondossággal és nagy szeretettel és nagy precizitással csinálta meg. A másik dolog pedig az, hogy el kell döntened, amikor bármit csinálsz, hogy kinek csinálod. Itt a Diánál is az van, hogy tudnod kell, hogyha valamilyen anyagot megszeretsz, vagy érdekel téged, akkor az melyik korosztály a te kategóriádba belefér, nem fér bele, ha igen, akkor hogyan oldod meg. Tehát Attila azt mondta, hogy a gyerekeknek, tehát gyerekfilmek, gyerekek számára készít filmeket. Ugye a korosztály azért az piciknek nem lehet, tehát inkább a nagyobb korosztályt célozta meg, ott az abban már belekerült apuka anyuka is. És talán az, hogy a megválasztott anyag, amit megválasztott, hogy mi. Volt olyan, amit ad acta volt, tehát ott nem volt mese, mert ezt adták, például ez volt a Ludas Matyi, amivel ugye ő meg is szenvedett egy kicsit, mert egy más stílusú, vagy más tematikájú Ludas Matyit szeretett volna létrehozni. Volt is 9 variációja, míg végül visszamentek fazekashoz úgy, ahogy volt. De megtalálta benne azokat a részeket, ahol ki tud egy picit belőle lépni, modernebb korba lép át, és egy más kategóriáit a gyerekek számára. Na most feltételezem, hogy ezek közrejátszottak, hogy a filmet szeretik. De az Óz mind olyan maga egy mese, egy fantázia, ugye egy álom, vagy egy agyi sérülés, hogy úgy mondjam, következtében. Tehát ez egy nem valós. Talán ezért is Attila nagyon megszerette. És azt hiszem, hogy nagyon kedvesen oldotta meg a figurákkal is, meg ahogy feldolgoztatod, mert ugyanazt a történetet sokféleképpen lehet illusztrálni többek között. Ha tudsz belevinni már magába az illusztrációba kedvességet, ha nem kimondottan gyerek témájú, akkor gyerekek számára is valamilyen motivumot bele, ami kisebb kategóriájú gyerekek számára is érdekes, és odafigyelnek rá. Én azt hiszem, hogy szeretni fogják.